15. alkalommal rendezték meg a 72 óra kompromisszum nélkül akció országos megnyitóját Pécsen. Az önkéntességet népszerűsítő program a fiatalokat igyekezett megszólítani. Céljaik és konkrét feladataik vannak már egyes önkéntes fiataloknak. Mi a Reményházába fogunk a könyvtárba pakolni, és azt kell tudni a Remények házáról, hogy ez egy a nehéz sorsúaknak egy ilyen ház, ahova ők be tudnak menni, és segítséget kapnak ott, és mi ott fogunk segíteni. Az eseményen a történelmi keresztény egyházak képviseltették magukat. A Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház szervezésében valósult meg az akció. Kovács József, a Katolikus Pécsi Egyházmegye püspöki titkára ifjúsági referens beszédében az önkéntesek tanúságtételét jelmi voltát hangsúlyozta. Ferenc pápa egyik gondolatát idézte, miszerint túl kell lépnünk önmagunkon, nyitnunk kell a mellettünk élők felé. Ebből épül fel az egyház. Az önkéntességből. Önként állunk Krisztus mellé, önként állunk egy cél mellé, amelyben mi hisszük, hogy Krisztus van mögötte, és érdemes oda tenni, akár az egész életünket, akár a 72 óránkat. Feladatok különböző, akár szociális otthonokban való segítségnyújtás, vagy parkrendezés, lesz olyan, amikor csak egy padot festenek le, vagy éppen tudom, hogy Cserdibe például a fiatalok is tevékenykednek a faluba. Az önkéntesség az egyház. A Magyar Református Egyházat Kisóvári Németh Márta intézményi lelkész képviselte. A szóhasználatban, hanem beszélünk diakóniáról, szeretetszolgálatról, ami azt mondhatjuk, hogy az egyházunknak az egyik ismertető jele. Hogyha ez nincs meg a szolgálat, az emberek felé nyújtott szolgálat, akkor tulajdonképpen azt vehetjük észre, hogy elhalnak, elszegényednek a gyülekezeteink. Tehát ez egy sok éves, sok évtizedes, akár évszázados tapasztalat is az egyházban, hogy igazándiból ott tud egy egyház virágozni, gyarapodni, növekedni, lélekben fejlődni, ahol a szolgálat, a mások felé irányuló szolgálat megvan. Természetesen ilyenkor mindig az ember kilép egy kicsit önmagából, és félreteszi a saját szükségleteit, és meghallja azt a Jézusi parancsot, hogy menjetek el, és tegyetek tanítványokká, és amikor odalépünk a másik emberhez, akkor sokszor nem arra van szüksége, hogy elsőre az igéről beszéljünk, teológiai tanítást vigyünk, hanem lehet, hogy föl kell segíteni, föl kell állítani a földről, meg kell etetni, fel kell ruházni, tehát a krisztusi szeretetet gyakorlatban kell megmutatni. Kondor Péter gyermek és ifjúsági munkáért felelős püspök a Magyarországi Evangélikus Egyház részéről köszöntőjében kiemelte, napjainkban különösen fontos az együttevékenykedés, ennek köszönhetően az elégedettséget mi is érezhetjük. Tudjátok, hogy milyen lelkesítő az, amikor valamit együtt tehetünk, hát ez a lelke tulajdonképpen a focinak, a csapatsportoknak. Ezért választjuk inkább azt, mint a magányos sportokat, az egyedül való futás, bár olykor az élet arra is rákényszerít bennünket, de itt most nem egyedül futunk. A miniszterelnökség támogatásával megvalósuló akció keretében október 6-a és 9-e között országszerte és határon túl több ezer fiatal mutatta meg, hogy önkénteskedni jó, hiszen többé válunk ezáltal. Mohai Gergely, a Kulturális és Innovációs Minisztérium főosztályvezetője a beszédében a következőket mondta. A szolgálatra hívja fel a figyelmet, amely által nem csupán a minket körülvevő világ, de mi magunk is többé válunk. De érdemes megvizsgálni a jelmondat első felét is, kompromisszum nélkül. Első hallásra ez a kifejezés akár megütközést is kelthetne, egy olyan korban, ahol mindig kínosan keressük a megegyezést, a harmóniát, a középutat. És az is igaz, hogy néha szükség van kompromisszumokra. De vajon belegondolunk-e, hogy a hétköznapjaink hány százalékában figyelünk magunkra, és teszünk magunkért, és hány százalékban figyelünk másokra, és teszünk másokért? Valószínűleg az esetek többségében túlsúlyban marad az egónk. Ebben a három napban azonban a döntés arról szól, hogy teljes egészében csak mások, ügyek vagy emberek szolgálatában állítjátok magatokat. Teréz anya ezt egész életében gyakorolta, három napot talán egyszerűbb földi halandóként mi is kibírunk. Érdemes azonban egy kicsit az önkéntesség fogalmának mélyére ásnunk.
Az önkéntesség nem más, mint a másokért való tenni akarás szándékának kifejeződése, amely őszinte, nem irányul haszonszerzésre, az abban résztvevők pedig szabad akaratukból vezérelve cselekszenek. A krisztusi szeretet parancs is arra kötelez minket, hogy próbáljunk jó hatással lenni a környezetünkre és a körülöttünk élőkre. Napjainkban különösen is szembesülünk a bizonytalanságból fakadó szorongással, apátiával. Koronavírus árnyékában magtató elmagányosodás, a háborúk nyomában járó félelem mindannyiunk rányújtja a bélyegét. A ti akciótok pontosan ebből az apátiából segít kimozdulni, előre nézni, és azt üzeni, hogy ha az egész világot megváltoztatni nem is lehet, de legalább a saját környezetünkben tegyük meg, amit tudunk. A 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akció során a háromnapos programra közel 8000 fiatal jelentkezett. Mintegy 200 projektet valósítottak meg, közel 100 településen Magyarországon, Erdélyben és a Partiumban. A 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű akció országos megnyitóját Pécsen a Magtár Látogatóközpontban tartották.